A decemberi képviselőtestületi ülés egyik napi rendi pontja foglalkozott a hajléktalan kérdéssel is Dunakeszin. Ez az előterjesztés álláspontunk szerint egy elhibázott előterjesztés volt. Talán az olvasók is hallottak róla, hogy több helyen az országban ugye kitiltották a közterekről a hajléktalanokat. Gyakorlatilag ez lett volna Dunakeszin is, ez volt a koncepció. Ezt mi alapjaiban elhibázott, semmire se jó megoldásnak gondoltuk. Többen érveltünk is mellette az adott testületi napirendi pont előtt, illetve a közmeghallgatás során jött általunk fölkért szakértő Kós Anna. Az érveink meghallgattattak, úgyhogy levették ezt az előterjesztést. Utána néztünk, körbenéztük, hogy hogyan működik Dunakeszin a hajléktalan ellátás. Röviden annyit kell róla tudni, hogy két szervezet is van, aki ebben foglalkozik. Az egyik a Vöröskeresztnek a helyi szervezete, aki a nappali melegidőt működteti Dunakeszin, és van a Mírai Vallási Egyesület, aki az éjjeli menedéket biztosítja a hajléktalanoknak. Ez utóbbi, a Mírai Egyesület nem Dunakeszin működik, hanem Budapesten, két helyszínen, az egyik a 7. kerületben van, itt a férfi hajléktalanoknak az éjjeli szállását biztosítják, illetve az Irka utcában, az Uglóban, ahol a női hajléktalanok tudnak éjjeli menedéken meglenni. Körülbelül 3 és 5 fő az, aki rendszeresen igénybe veszi ezt a szolgáltatást, ami nagyon kevés a megítéléseink szerint, mert sajnos Dunakeszin is 30-40 fő között van a hajlékkal nem rendelkező polgártársainak a szám. És a helyzet még súlyosabb abban a szempontból, hogy a Vöröskereszt a nappali melegedőjét, amit Dunakeszin üzemeltet, azt csak hétköznap, 8 és 4 óra között biztosítja. Hétvégén semmiféle ellátást nem kapnak ezek a hajléktalanok. Ez egy nem jó megoldás a mi elképzeléseink szerint. A most január 29-i testületi ülésre tervezünk olyan előterjesztést beadni, amely kezelni ezt a helyzetet, mégpedig szeretnénk elérni, hogy már most a krízis időszak alatt, ami február végéig értendő, Dunakeszin is legyen hétvégén is nappali melegedő, illetve azt szeretnénk elérni, hogy az éjjeli menedék, ugye amit nem a városban tudnak igénybe venni ezek az emberek, megfelelő módon el tudjanak jutni a hajléktalanok, mert a szakemberek véleménye szerint is azért veszik kevesen igényben ezt az éjjeli menedéket, mert gyakorlatilag nem tudnak, hogy eljutni Budapestre. Tehát ezek a rövid távú előterjesztéseink, amit most 29-én így beterjesztjük, illetve van hosszabb távú elképzelésünk is, azt a következő krízis időszakig szeretnénk megoldani, ami 2015 novemberétől fog működni, és ennek az lesz a lényege, hogy Dunakeszin komplexen kezelje ezt a kérdést, tehát legyen nappali és éjszakai menedéke is a városban. Ezt egyébként a törvény is előírja.